itt vagyunk Clevedonben, ami egy somerseti tengerparti kisváros. Ilyen fürdőhely, de hát ugye az időjárás az most nem olyan, hogy ezt nagyon megengedje. Nem tudom, amikor lemegyünk a partra, hogy mennyire lesz szeles, és hogyha beszélek, akkor mennyire fogjátok hallani. Úgyhogy ezt inkább most mondom el, hogy most itt vagyunk, leparkoltunk, és mindjárt elindulunk, felderítjük magát ezt a kisvárost is. Hű, oda süssetek! Na ez a tipikus angol tengerpart. Clevedon. És itt van egy ilyen sétány. Na, hát itt egy kicsit sétálgatunk mindjárt. Majd kimegyünk erre a mólóra. Azért vannak emberek a parton. Mondjuk nagyon köves, hát nem tudom, hogy itt lehet-e fürdeni egyáltalán. Itt fekszenek és pihiznek többen. A másik oldalon vannak különböző kajáldák, ahol majd valahol szerintem beülünk és eszünk valami ebédfélét. Most ide fölmegyünk, megnézzük, hogy itt mi van. Innen kell egyébként idebre a mólóra kimenni. Itt van a története ennek a partszakasznak, meg a mólónak. Along the pier. Yeah. Ilyen ginger beer iszom, ez az organikus verzió. Ez ilyen nagyon klasszikus angol ital, és állatira klasszul frissít egyébként. Ilyen nagyon jó tengerparti, angol tengerpartra kiváló. John kajája természetesen. Ez pedig az én kis spagetti ételem. Jól néz ki. Végestelen végig azoknak az embereknek, meg a családoknak a táblái, akik szponzorálták, vagy szponzorálják a fenntartását ennek a hídnak, és híd kikötőnek, és itt van még igazából itt a lábunk alatt is az ő neveik, és kis tábláik találhatóak. Na, itt a legvégén pedig van egy ilyen kávézó. De most ittunk kávét, és most ebédeltünk, úgyhogy most szerintem ide nem fogunk beülni. Végre érzem a tengernek az illatát. Hú, ez már nagyon hiányzott nekem így évek óta. Állati klassz, egyébként jó idő lett, mondanom se kell, tehát most ezen nem múlna, hogy bemehessünk a vízbe, de nem nagyon van hol bemenni ebbe a vízbe, majd ugye megmutatom. Ráadásul állítólag tele van szennyvízzel, tele nyomták erről. Voltak is most hírek itt Angliában, úgyhogy igazából ez itt a víz az állítólag elég koszos. Látjátok, igazából nem nagyon van így kiépített partrész, hanem ezek a hínárok, tehát ez az apály-dagály, ez eléggé
tönkre teszi a partvidéket ilyen értelemben, úgyhogy nem nagyon van mód igazából bemenni. Mondjuk ott a háttérben van valaki, aki ott mozog, éppen kijött a vízből, ott a hínárokon keresztül, de borzasztó lehet, nem is értem, hogy ő hogy csinálta. Most lemegyünk a szélére, amennyire csak lehet ennek. Na, így néz ki itt a víz, egészen a legvégénél. Annyira nem hívogató, azt kell, hogy mondjam. Livdonban ilyen villák vannak, ilyen típusú házak, lakóházak. Nagyon jól néznek ki, azt kell, hogy mondjam, és ezek elég jó méretesek is. Supermerbe. Próbálunk parkolóhelyet keresni, nem egyszerűen, egy kicsit jobban fúj amúgy a szél. Itt vannak a tengerparti házikok. Na, így néz ki ez a tengerpart, a Weston Supermerbe. Csak kicsit van arrébb, de jóval hűvösebb van, és iszonyat szél fúj. Itt már jártam egyébként, és nagyon hangulatos volt. Lehet, hogy még megpróbálunk följebb menni, és ott leparkolni, mert itt nagyon messze vagyunk az úgymond központ. Megérkeztünk Weston Supermerbe, most letettük a kocsit, de itt olyan marha nagy szél van szemben a mondjuk 10 km-re vagy 15 km-re lévő Clevedontól, hogy nem fogtok nagyon hallani semmit, hogy közben beszélek, lehet, hogy már most sem szél miatt, úgyhogy majd lehet, hogy narrálni fogom, ha erre megyünk, vagy csak mutatom, hogy most itt utoljára kvázi szóban bejelentkezem itt. Természetesen fogok pár szót mondani akkor, hogyha valami szélcsendesebb helyen vagyunk, de azt tudni kell, hogy itt most iszonyatosan fúj a szél. És hogyha Clevedon egy tipikus angol tengerparti kisváros, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Weston Supermer az szuper tipikus angol tengerparti kisváros. Bemenekültünk a szél elől egy Costa Caféba, mert képzeljük, az összes kafézáró van már ilyenkor délután, ma majdnem este van. Ezek a bárok vannak itt a Seafronton, de oda nem mentünk. Úgyhogy most mindjárt megyünk haza. Képzeljétek el, hogy megtudtam a Johntól, hogy John Cleese a Monty Pythonból, a színész, így született Weston Supermerben. Mármint, hogy nyilván nem csak ő, de ő az egyik ilyen híresség, aki innen valósít. Yeah.
vagyunk ismét Gloucesterben szombaton. Van egy ilyen oldies kocsi kiállítás, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy vásár? Nem vásár ez, mert szerintem nem eladóak, csak így lehet nézegetni őket. És hát rengeteg ember van, szóval egyszerűen iszonyat mennyiség. Akár csak egy héttel ezelőtt Monmouthban. Csak hát itt Gloucesterben meg még több, azt kell, hogy mondjam, mert hogy ez egy egyel nagyobb város. A Bootsban, a Number 7 standnál vettem magamnak egy pár dolgot, magamnak, meg a lányomnak, meg az anyukámnak is. Úgyhogy nagy-nagy diszkontok voltak, kipróbálom. Én majd megmutatom otthon, hogy miket vettem. Meg a Marks & Spencerben vettem szintén két topot, amik tök cukik voltak, és nagyon erősen le voltak árazva, úgyhogy nem tudtam őket ott hagyni. Kicsit elfáradtunk most a Johnnal itt, a nagy-nagy shoppingban, meg a sok-sok emberben, úgyhogy úgy látszik, hogy így hétvégenként ezek a fairek nagyon népszerűek itt Angliában. Ilyenkor rengeteg ember van, kajálnak, nézelődnek, vásárolnak viszonyú sokat. Ezek mind ilyen környékbeliek igazából. Itt vagyunk Wales-ben, Somerset Wales, és ez egy óriási nagy katedrális. Nagyon régi, 12-13. Század, de majd mindjárt megnézem. Egy nagyon helyes kisváros egyébként. Ezt a katedrálist akkor újították fel, amikor legutóbb itt voltam. És most úgy látom, hogy az összes állványt már leszerelték róla, tehát elvileg készen van. Lehet, hogy megint bemegyünk, körülnézünk, már nincs sok időnk, de azért megpróbálunk minél többet látni. Thank you.
that paper. The nurse advising a mastectomy patient on what rate her son's breathing. That was also. Sziasztok! Most itt vagyunk a Cock Innben, és itt volt egy ilyen kis búcsú kajánk végül is, nem a másik helyen, a Johnnal. Hát, és itt szeretnék elbúcsúzni ezekben az angliai vlog videókban is, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszett ez a kis sorozat. Hogyha még nem láttátok, akkor kérlek nézzétek meg. 6 részből áll ez a sorozatom, úgyhogy nem muszáj az elejétől nézni, lehet a közepébe vágva is. Időrendben próbáltam meg blokként ugye visszaadni ezt az utat, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!